A Vaják harmadik évada különleges abból a szempontból, hogy ez Henry Cavill búcsúja a sorozattól. Ezt a szezont rendhagyó módon két részre bontották, szóval kritikánkban most azt vizsgáljuk, milyen az első 5 epizód, méltó ehhez a speciális, egyben szomorú apropóhoz. Most. Életemben először. Valóban félek. A Vaják második évada fele másra sikerült, ami az egyik volt író szerint annak az eredménye, hogy alkotótársai igen rossz véleménnyel voltak a forrásművekről, Andrei Sapkowski regényeiről, amelyektől jelentős mértékben eltértek. Nagy eséllyel a könyvekért és a The Witcher játékokért rajongó Henry Cavill is ezért dobta be a törülközőt, holott évekkel ezelőtt még minden vágya volt, hogy ő legyen Geralt. Úgyhogy a harmadik szezon számára az utolsó, távozásának pedig megadják a módját a kettévágott évaddal. A búcsú az első 5 rész alapján emlékezetesnek ígérkezik, de az írócsapatnak érezhetően továbbra sem tetszett a legtöbb dolog, amit Sapkowski kitalált. A múlt hajlamos ismételni magát. A harmadik évad a Vaják regények második könyvét, a megvetés idejét dolgozza fel, amelyben durván felpörögnek az események. Yennefer és Geralt a maguk módján akarják biztosítani, hogy Emir Nilfgaardi császár semmiképp se kaparintassa meg az ősi tündevérű Ciri-t, aki révén az uralkodó erősítheti hatalmát. Míg Geralt a Ciri-t szintén üldöző gonosz varázsló Riens nyomába ered és egy szörnyű felfedezést tesz, Yen a Tanet szigetén található varázslóiskola felé veszi az útját a szintrai oroszlán kölyökkel az oldalán. A lányt hajtja a kíváncsiság, ami bajba sodorja őt, a háttérben pedig összetett összeesküvés szövődik. Andrei Sapkowski regényeiben a sajátos kelet-európai íz mellett azt szeretjük, hogy az alkotó formailag is kreatívan meséli a történeteit. Így a megvetés idejének a bevezető részében például egy hírnök szemszögéből láthatjuk hőseinket és a nagy politikát, a háborúkról és intrikákról pedig egy-egy központi mesélőnek kijelölt karakteren keresztül regél a szerző. A sorozat második évada sem ezeket az elbeszélési technikákat, sem Sapkowski frappánsan megírt dialógusait nem tükrözte. A harmadik szezonnal is vannak hasonló gondok, azaz ismét nem bírt magával Lauren Schmidt Hisrich és írógárdája, hozzátoldottak olyan cselekményszálakat, történéseket és karaktermotivációkat az alapműhöz, amelyek csak feleslegesen túlbonyolítják és felhigítják a sztorit. A sorozat továbbra is akkora legerősebb, amikor Geralt, Yennefer és Ciri hármasára fókuszál, illetve viszonylag hűen követi Sapkowski könyvét. Regényt nem csak úgy lehet adaptálni, hogy ragaszkodnak az alkotók a forrásműhöz, például a Trónok harcának is sok egyszerűsítés vált a javára. A Vaják esetében sem ártott, hogy a harmadik évad első részében kicsit többet elidőznek Hisrichék a főszereplő trió kapcsolatának a fejlesztésénél. Sapkowski a megvetés ideje első harmadában direkt eltávolít kicsit a főhősöktől a világépítés érdekében, de ennek az az ára, hogy maradnak bennünk kérdések Geraltékkal kapcsolatban. Vajákok vagyunk. Csak ugyan. A harmadik évad első részében jó látni, ahogy a menekülő bújdosó hármas gyakorlatilag egy családként működik. Geralt kicsit apának érezheti magát, miközben előteremti a napi betevőt, míg Yennefer mesterként képezi a tanítványát Ciri-t. Hangulatos maga a montázs szekvencia is, amelyben összefoglalják a trió együttélését és rejtőzködését. Pusztán a zenével, a tekintetekkel, Geralt és Yennefer levélváltásaival rengeteg mindent elmondanak az alkotók a karakterekről és kötődésükről. Egyébként Cavill főhőse sokkal nagyobb teret kap a harmadik évadban, és hát fáj a szívünk azért, hogy a sztárnak ez az utolsó szezonja, mert még mindig remekül illik hozzá a szerep, jól is játszik, főleg a hanghordozásával és a testével. Ez igaz a Yent megformáló Anya Chalotrára is, és egyébként a színészek legjavára sem lehet panasz. Freya ellen ahhoz képest, hogy főszereplőt alakít, még nem tudja megmutatni, csak megvillantatja tehetségét. A regény alapján arra számítunk, hogy a sztori második felében bőven lesz esélye bizonyítani. Mint adaptáció az ötödik rész működik a legjobban. Ez nem csak a megvetés ideje központi krízisét követi le relatíva hűen, hanem azt is, ahogyan Sapkowski megírta ezt a történést. Azaz Yennefer és Geralt részt vesznek egy varázslóbálon, amelyen a hatalmi harcok és intrikák betetőznek. A buli eseményeit pedig a két főszereplő ágyjelenetéből kitekintve flashbackek formájában meséli el a sorozat. Filmnyelvi szempontból ez hálás része a könyvnek, hiszen a takarékos megfelelő ritmusú információadagolás feszültséget teremt, amelynek következtében izgalmassá válik a harmadik évad első felvonásának a fináléja. Erről pedig annyit még elárulhatunk, hogy harc helyett egy zseniálisan koreografált, látványos tánc a fő akciója és attrakciója. Szóval dicséret illeti a széria készítőit, kreatívak voltak ezen a fronton. Harcokból relatíve kevés van a harmadik évad első 5 epizódjában, és ezek közül is inkább a kardozások a jobbak Henry Cavill-lel a centrumban, aki tudjuk mennyire odaadóan saját kardokkal
még otthon is készült a vajákra. Ez meglátszik a minőségi koreográfiákon, bár sajnos a legjobb küzdelmet már előtte a Netflix egy megosztott klip formájában. A szörnyharcokon érződnek a költségvetés korlátai. Inkább nehéz kések, gyorsan lezavarják őket, nagyobb a füstjük, mint a lángjuk. A monstrumok dizájnjával nincs gond, sőt igen undorító szörnyek is feltűnnek a színen. A speciális effektusok amúgy is összességében javultak az előző évadokhoz képest, de azért van még hová fejlődni. Térjünk most vissza az adaptáció kérdéséhez. Mivel különböző médiumokról van szó, nem jó, ha egy sorozat vagy film szolgai papírízű könyvadaptáció. Ám a vaják harmadik évada példázza, hogyan sülhet el balul vagy fele más módon egy-egy változtatás. A sorozat alapproblémája, hogy az alkotók tagadhatatlanul a trónokharca babérjaira törtek. Csak hogy Sapkowski műveiben hiába bukkannak fel szexel és erőszakkal fűszerezett politikai hatalmi intrikák, nem ezek a lényegi elemek. A könyvekben nem véletlenül az átlagember szemszögéből vagy kökörcsin elbeszéléseinek formájában jelenik meg a háború és a kontinens átrajzolódó térképe. A sorozat alkotói ezekkel bővebben akarnak foglalkozni, viszont ahhoz ennél sokkal izgalmasabb mellékkarakterek és kapcsolati hálók szükségesek. Érdekes lenne, ami Redániában zajlik, de egyrészt néhány brutális és bizarr momentumot láttunk már a trónok harcában, a király, testvére, a varázslónő Filippa és a kém Dijkstra pedig nem olyan érdekes személyiségek, hogy érdemes legyen rájuk ilyen sok jelenetet pazarolni. Emir császár épp, hogy a szárnyait bontogatja, Francesca és a tündék ugyanazokat a sablonokat ismételgetik. Kökölcsin is egyre kevésbé szórakoztató komikus karakter, aki kapott egy elég ellentmondásos érzelmi motivációt, ami a rajongóknak biztosan nem fog tetszeni. Minden összefügg, igaz? Minden, ami történik. Az egész róla szól. Apropó motiváció. A regényben sokáig passzív Geráltnak is szántak egy új küldetést a Riens utáni hajsza közepette, de ennek a szálnak a cselekménye recseg ropog, bár van egy izgalmas lelepezés ennek során, ami érzelmileg megmozgatja a hőst. Ám ezzel lehet inkább a második évadban kellett volna foglalkozni, mert ilyen módon kevésbé lesz erős Gerált akciója a következő három részben. Márpedig ebben igen fontos motívum, hogy a háborúk és politikai intrigák közepette a vaják már nem maradhat semleges szörnyvadász, hiszen Ciri élete és jövője a tét. A vaják harmadik évada eddig összességében jobb lett, mint a második, ami annak köszönhető, hogy az alkotók néhány kulcsfontosságú történést tekintve szerencsére ragaszkodtak Sapkowski műveihez. A módosítások javarészt továbbra sem válnak a sorozat javára, de ha Geralt, Yennefer és Ciri áll a centrumban, ha az ő kapcsolatukra fókuszál a széria, akkor el tud kapni, főleg az első és az ötödik részben. Eddig tehát méltó a búcsú Henry Cavilltől, és remélhetőleg az utolsó három rész megtekintése után is ezt fogjuk írni, nem zuhan olyan meredeken a színvonal, mint a második évad második felétől.